Többen jelentkeznének a bölcsödébe a 2017-2018-as nevelési évre, mint amennyi a férőhely. Tudtuk meg Bálintné Bende Klaudia bölcsödevezetőtől. Egyre több szülőnek kell visszamenni dolgozni, de sajnos jelenleg több gyereket nem tudnak befogadni. Ezért javaslatot tettek a fenntartó felé egy új csoport nyitására. Nem tudjuk kielégíteni az igényeket, hiszen nagyon sokan jelentkeztek. 40 férőhelyünk van, és 53 kisgyermek szülője kérvényezte a gyermeke felvételét. Az önkormányzat a csütörtöki testületi ülésen döntött arról, hogy a szakmai létszámot egy főállású dajkával növeli, mivel a Tolna megyei pedagógiai szakszolgálat 2017. szeptember 1-től a bölcsödét jelölte ki két sajátos nevelési igényű kisgyermek fejlesztése, felzárkóztatása céljából. Ehhez viszont még plusz két nevelőre és egy dajkára van szükség. Ezért aztán jött az a gondolat, hogy van itt egy olyan gondozási egységünk, ahol van egy üres szobánk, és hogy ki tudjunk elégíteni minden szülői igényt, tehát 2018. januárjától szeretnénk egy új csoportot nyitni a bölcsödében. Szabó Lórát elmondta, a bővítés mellett felújítás is várható, ami során kicserélik a nyílászárókat, tető- és falszigetelést is elvégeznek, megújulnak a mosdóhelyiségek, tárgyi eszközöket szereznek be, továbbá az udvar rendezése is a terv része. Valamint szeretnénk az egész épületen egy olyan energetikai korszerűsítést végrehajtani, amivel olcsóbb lenne az intézménynek a működtetése, korszerűbb lenne, sokkal nagyobb lenne a komfortfokozat, hiszen kisebb lenne a nagy nyári hőmérséklet bent a termekben, a csoportszobákban, illetve télen kevesebbet kellene fűteni. Ezek a fejlesztések az előzetes becslések szerint 20-25 millió forintba fognak kerülni. A kisebb ütem idén ősszel lenne, a nagyobb pedig 2018 és 2019 nyarán valósul meg.